Szevasztok! Most nem meccsekről, hosszú idő után nem arról fogunk beszélni, hanem újra az Excel tábláról. Keret kialakítás, szűkítés, ilyesmi. Hát ugye hát soha nem véglegesek a keretek, hát most se az, de hát most még azért, amikor elkezdem felvenni, még vannak helyek bizonyos gyakorló csapatokban, amiket nem töltöttek meg. Vannak gárdák, akinek még csak ilyen 13 játékosa van, de hát azt gondolom, hogy azért a javát már sikerült megtalálni. De hát ez egy folyamatosan változó névsor, ugye, mert van, hogy aki sérült listára rak játékosokat, ugye, meg van, akit eltiltásból majd még aktiválni kell, PUP lista, tehát van minden, embertelen mennyiségű emberről van szó, de hát lényeg az, hogy ilyen nagy eseménye megtörtént, ugye leszűkítették a keretet, és azok közül a nagyja marad gyakorolni, de hát vannak, akik távoztak, és hát ezek közül néhányan azért adnak témát, nem minden csapatnál, de azért majd végig megyek, megnézegettem a kereteket. Ja, azzal kellett volna kezdenem, hogy ugye milyen szép vagyok, hadd mutassam meg, beruháztunk erre, jó Iowa State, mit szólsz, kelecsi oszemele. Keményen. Nem tudom, hogy Európában hány olyan személy van, akinek van Iowa State és Iowa pulóvere is, úgyhogy már csak egy UNI kellene. Bár őket nem szeretem, de hát most mindegy. Az úgy ment le most itt a felkészülésem a keret szűkítős videóra, hát egy lesz, úgy tervezem, hogy csak ez. Megnéztem a cutoltak listáját. Összehasonlítottam akkor a gyakorló csapatba felvett játékosoknak a listájával, tehát akiről nem kell beszélni, mert ha valakit katolnak, és aztán marad náluk gyakorolni, akkor hát azt nem fogom itt szóba hozni, hiszen őt tudják majd aktiválni, hogyha arra kerül sor. Nyilván más ellophatja bármikor a gyakorló csapatból, de hát eddig se lopták el, akkor most nem minek vinnék. Úgyhogy csak hogyha valaki máshova írt alá gyakorolni, azt fogom elmondani. Tehát ezeket így leszűrtem, azok közül kiválasztottam, aki említésre érdemes, majd rámentem akkor a végleges rosterre, hogy hát ha van még olyan, akit esetleg korábban nem láttam meg, vagy átsiklottam felette, vagy csere volt, ugye, tehát trade terek keretében váltott klubot. Csak azért mondom el, mert ez egy borzasztó, hosszadalmas folyamat, és bonyolult, mert ezer helyről kell összekeresgélni, és még ráadásul, hogy egyes csapatok rögtön sérült listára raknak játékost, nem is gyakorol, vagy ilyesmi, úgyhogy hát azt is figyelni kell egyszerre. Szóval ez, hogyha az átlag ember úgy dönt, hogy egyáltalán nincs kedve ezt megcsinálni, és ezen végigmenni, maximálisan megértem. Úgyhogy én ezt most megcsináltam helyetted is, aki lusta voltál ehhez, ugye. Csak a kis csapatodat nézted meg, aztán rájöttél, nem volt semmi. Úgyhogy így végig fogok szaladni a ligán, és ahol van miről beszélni, ott elmondom a véleményemet, ahol nincs, akkor ott meg gyorsan átugrunk. ABC sorrendben tudtam megnyitni a csapatokat, úgyhogy nem csoportok sem szerint, hanem ilyesmi, hanem MESCAT szerinti ABC sorrendben megyünk. Hát ott mi az első? 49ers, ugye, mert az nem betű, hanem szám, és az előbbre kívánkozik, úgyhogy ők voltak az elején. Hogy a 49ers-nél egy különleges eseményről kell beszámolni, ugye, de hát nagy horderejű, ugye Jimmy Garoppolo-val megegyeztek, átalakították szerződését, és nem csak a pénzösszeg változott, hanem különböző klauzúrákat beépítettek, és innentől kezdve Garoppolo könnyebben cserélhető. Leendő gazdájának nem kell olyan sokat átvállalni a fizetéséből, és hát innentől kezdve már leginkább csak a draft picket bukja, olyan rossz pénzügyi helyzetben nem kerül azáltal, hogyha Garoppolo átkerül. De hát itt ugye nagyobb kérdés volt az, hogy hát Garoppolót azért sem engedik az öltözőbe, mert ugye megosztaná azt, ugye pártolnák, hogy ő focizzon, ne a Trey Lance.
és hogy ez milyen rossz lenne. Na most, hát rólam lehet tudni, hogy én Trey Lance-nek maximális pártfogója vagyok. Én azt gondolom, hogy ő elit teljesítményt fog majd letenni nekünk, és előrelépést jelent majd a futball legtöbb elemében az, amit ő quarterback poszton csinál. Ezáltal sikereket várok 49ers-től, és ezáltal tök mindegy, ki van a padon. Úgyhogy ami itt a legnagyobb negatívum Garoppolo kapcsán, az az én szememben nem lesz az. Hogyha te úgy gondolod, hogy hát lensz egy darab szar, akkor nyilván, akkor izgulsz emiatt, hogy akkor most így a pokolra mennek, ráadásul még megosztják az öltözőt is, de egyáltalán nem gondolnám, hogy ez lesz. Cseleirányítanak nyilván Garoppolo nagyon csodálatos, tehát hogyha ebben a szerepkörében nézzük, hogy olcsóért el van, csöndben van, végzi a dolgát, akkor az egy győzelem a 49ers szempontjából, hogyha be tudják majd váltani, és lesz rá kereslet még a csere határidő előtt, akkor még kapnak érte draftpicket. Amennyiben kivágták volna, hát akkor nyilván nem jön draftpick, és hát a fizetésén tudtak volna spórolni ugyan, de hát ugye katolt játékos után nem jár kompenzációs draftpick sem, viszont Garoppolónak ugye megcsonkították a szerződését, tehát jövőre elmehet szabadon, és hogyha elmegy valahova, ott pénzt kap, és azután meg jár a kompenzációs pick a 49ers-nek. Tehát akármilyen úton távozik majd a városból, akár most trade, akár mint szabadon igazolható, valami jönni fog majd érte. Úgyhogy ezt Lynchék ügyesen megoldották, ha már korábban nem tudtak a nagyobb szerződésével mit kezdeni, és nem volt olyan piaca, amit reméltek volna. Úgyhogy hát ez egy csodálatos hír szerintem a Niners szempontjából, és hogyha esetleg Lance-t fejbe kólintják még itt a szezon elején, aztán ki kell hagynia egy meccset, vagy kettőt, akkor nem a Sutfeldet küldött be, ugye handoffolni, hanem még talán nagyobb esélyed van megnyerni azt az egy különálló mérkőzést is. Úgyhogy hát itt jó minden ennyi alapján, de azért vannak rossz hírek. Az egyik ilyen, hogy ugye sérült listára rakták Jimmy Wardot, utána néztem, kérem szépen, akit sérült listára raknak első hét előtt, az már nem jön le. Tehát akkor itt ezt meg tudjuk állapítani, most még nincs szezon, ugye hát legalábbis mikor elkezdem mondani. Úgyhogy itt a safety pozícióban nagy átalakulások vannak, ugye mert a tartot már rég elzavarták, Wardal meg valami 4 évig játszottak együtt, hát most egyikőjük se lesz. Hufanga lesz, meg Odum, úgyhogy az ott érdekes lesz, de hát megfelelő hozzáértő defense koordinátor van, talán tud alkalmazkodni. Nyilván nem mindegy, ki az ellenfél, ugye. Jason Verrett PUP listán van, az jó hír, mert ő kétfajta listán szokott lenni, vagy ezen, vagy az ilyen. Tehát ő nem végleges, tehát őt egyszer majd még aktiválják, persze lehet, hogy egy meccset fog játszani, azon jó lesz, utána lehet, hogy megsérül, de hát még nincs kizárva, hogy ő is pályára lépjen, az mondjuk nem ártana, de hát kalkulálni nem lehet vele, már csak ajándék kaliber. Távozott Trey Sermon, kirakták, tavalyi harmadik körben választott running back, mindenki megmondta, nincs értelme running back-et kiválasztani, utána kiválasztottak kettőt. Jól van, akkor hatodik körben jött ugye Elijah Mitchell, tudott futni a labdával, Sermon nem igen találta a játékát, elzavarták. Felkészül Tyrion Davis Price. Jövőre meg őt fogják elzavarni, mert lesz valami másik, itt lesz a Mason, ugye? UDFA gyerek, bekerült a keretbe, majd ő jobban fog futni, hát akkor meg elküldik a draftpicket. Senehennek valaki mondja meg, soha többet nem draftolunk neked futót. Never ever! És akkor oda meg tudnának normálisabb posztokra erősíteni, ugye. Például a támadó fal belsejében nem ártott volna, mert ez a bohózkodás, amit a futókkal csinálnak, nyilván nem nagyon veti vissza a csapatot, de nettó pazarlásnak számít. Például Sermon esetében is, akit joggal vágtak ki. Hát akik keretben voltak, volt 4 futó, aki ügyesebb nála. Hát most hova tartogatod, ugye? Hiába volt aránylag frissen választott. Hans az, aki érkezett a támadó fal belsejébe, ugye Blake Hans, neki voltak meccsei beugróként a Clevelandben, egy extra alternatíva, ha esetleg baj van, és a megálmodott kezdő az nem szuperál túlságosan jól.
Erre azért erős esély van, még hogyha csodálatos is a rendszer. Azért a tehetség az eléggé kiveszett támadófal belsejéből, ahogy azt már sokszor elmondtam, de vannak fiatalok, érted? Lehet bemegy a Burford, meg bemegy a Banks, aztán csodálatosan fognak majd helyet nyitni. Ha meg nem, akkor lehet próbálkozni ezzel a Hans gyerekkel. Teljesen jó. Egyébként 7 újoncuk került be a keretbe, ebből egy UDFA, a már korábban említett Mason. Ezt mindegyik csapatnál összeírtam egyébként. Második az ABC-ben a Chicago Bears, és hát a főszereplők között is ott vannak természetesen, hiszen tömegével hoztak játékosokat, ők is szabad listáról. 5 játékosnak mondták azt, hogy szeretnék, ha náluk folytatnák, azok közül, akiket más szabad listára rakott. És hát nyilván a leghíresebb az Alex Leatherwood, talán mindenki közül, akit szabad listára raktak, ő volt a legnagyobb név. Végül Chicago mondta azt, hogy bevállalják. És én azt gondolom, Leatherwood kapcsán, már most ide tudok kötni, akkor a Raidersnél ezt majd elengedem, hogy azzal, hogy Leatherwoodot kivágták, azzal valószínűleg beismerték, hogy nem csak pályán van vele baj, hanem hozzáállásban is elég nagy probléma van. És hogyha az lett volna, hogy hát jó, hát próbálkozik csórikám, szarul megy neki, de hát egyébként látod rajta, hogy próbálna fejlődni, akkor simán csak leülteted a padra. Hogyha Raiders vagy, még akkor is, hogyha nem ti draftoltátok, hanem az előző vezetőség, de mivel azt mondta neki a Raiders, hogy öreg, te inkább menjél innen el, ebbe a keretbe te nem férsz be, és jobban járunk, hogyha nem vagy itt. Ez azt mutatja nekem, hogy Leatherwooddal voltak pályán kívüli problémák. Mert egyébként ilyen aránylag alacsony fizetéssel, ilyen pedigrével, tehát egy top 50-es tehetségként ugye a tavalyi draftról, hát nyugodtan le lehet ültetni a padra. Nyugodtan lehet inaktív keretben tartani, hogy nézegesse a mérkőzéseket. Számtalan olyan játékos van a támadófalban, akit sokra tartottak, eleinte szenvedett, de hát aztán megtalálta magát. Van, aki a pályán, van, aki azzal, hogy csak nézte a többieket. De hát ehhez kell szorgalom, meg kell egy olyan hozzáállás, ami szerintem a Leatherwoodnak nem volt meg, és ezt azért mondom, tehát ezt a mentális részt ezt olyankor szoktam behozni, amikor a realitás azt mutatja, hogy ezt nem kellene, hogy megtörténjen. Tehát egy józan ész azt diktálná, hogy egy ilyen csávót nem vágsz ki, hogyha kivágsz, akkor nyilván pályán kívüli okai vannak, úgyhogy én ezzel megyek. Nem olvastam utána, de hát minden jel erre mutat. Chicagóban azt mondták, hogy jöjjön. Na most ugye ez úgy működik a waiver, hogyha az 1/1-es Jaguars azt mondja, hogy hát mi akkor 53 játékost kérünk, akkor mind az 53 az övék. Hogyha nem, akkor Detroit elviheti, mint 1/2, ugye a waiveren és így tovább. Tehát a Chicago aránylag sokára került sorra. Az azt jelenti, hogy akik előttük voltak, senkinek nem kellett. Leatherwood. Ami szintén információ, tehát nem csak az, hogy csere folyamán nem akarják elvinni, hanem még waiverről sem kell. Nyilván a waiveren az is belejátszik, hogy ez a szerződését meg kell tartani. Most amennyiben ő a piacra került volna, aztán tárgyal, akkor lehet, hogy nem kell neki ilyen milliós szerződéseket adni, viszont nem tudtad volna kontrollálni, hogy még 3 évig a tied legyen, úgyhogy ezt kellett itt leginkább kigondolni, hogy átvállalod-e a szerződését, ami hát még 3 évig tart. És Chicagóban azt mondták, hogy jó, ez még nekik belefér. Ugye idén eléggé rosszul álltak pénzügyileg, de jövőre embertelen mennyiségű helyük van, amit el tudnak majd költeni, úgyhogy majd a szép ott fog nagyjából megtelni. Leatherwood ezt azért nem nagyon befolyásolja. Mindenképpen megér egy próbát, mert hát mégiscsak azért az előző drafton egy olyan játékosról volt szó, aki a meglepetésre elsőkörös, de azért a másodikban már gond nélkül el tudtuk volna képzelni, hogy akárki kiválasztja. És ezzel a háttérrel nyilván megír egy próbát. Hogyha tényleg kiderül róla, hogy egy tróger, akkor hát bárhova kerülhetett volna, igazából mindegy, mert akkor nem lehet vele mit csinálni, de hát az NFL-ben van kb. 6 olyan csapat, ahol normális támadófal képzés van. Lehet, hogy sokat mondtam, lehet, hogy 4, tehát mi a normális, ugye? Nos, a Chicagóról nem mondhatjuk azt, de hát
most kezdtek, ugye? Tehát Eberflus első éve, Getsinek az első éve, offense koordinátort is, meg faledzőt, meg mindent váltottak, úgyhogy nem tudhatjuk, hogy ott most mi fog történni. Hely az van, tehát igény az lenne, hogy bekerüljél a kezdőcsapatba, ha guardként, nekik az is jó igazából, ha jobboldali tackleként megtáltosodik, az is teljesen rendben van, szívesen kivesznek bárkit a kezdőből, hogyha azt látod edzésen, hogy a Leatherwood pusztít. Most nem ez a papírforma nyilvánvalóan, de hát hogyha ez neki egy ilyen nagy pofán verés volt, hogy hát lehetséges öreg, hogy első körösként is kivágjanak, és veszélybe kerüljön a karriered, és innentől, mint a kis angyal úgy fog dolgozni, akkor megválthatja a karrierjét. Tehát az Eric Flowersnek is sikerült még a ligában maradni a nagyon hosszú ideig, és egyes helyeken még hasznos játékosnak is gondolták, szóval nincs kizárva semmi. Egy év után Chicagóban ez egy teljesen vállalható megoldás, egy átmeneti kísérletező évben, még akkor is, hogyha benne van, hogy egy ilyen bomlasztó karakter ez a Leatherwood. Azt nem szabad várni tőle, hogy kezdőbe berakod, aztán jó lesz, mert minden jel arra mutatott, hogy ő rossz ebben, amit csinál. Akármelyik posztra állították, hát guardként az egy kicsit jobban ment, mint tekülként, de hát versenyezni viszik oda. Ez nyilván jobb lett volna, ha augusztusban történik meg, így, hogy szeptemberben kevesebb edzés lehetőséggel és ellenfél specifikus felkészülés közben nyilván nem egyszerű, de hát a sérülés bogár az mindig jön, és lehet, hogy muszájból kell a pályára mennie, ott meg azért nem árt, hogyha olyan játékosaid vannak a padon, akik láttak már akciót, még hogyha szenvedtek is közben. Tehát szerintem Leatherwoodnak nem láttuk a tetejét, tehát ő még lehet jobb, hogyha ő is azt akarja. És egyértelműen ő volt az, aki itt a legfőbb témát szolgáltatta a Bears-nél. A többiek nem igazán nagy nevek, ugye Westcott vitték el, aki ugye Jetsbe volt, blokkoló Titan, keveset lesz pályán. Kingsley Jonathan egy undrafted játékos, pass rusher. Pass rusher az kell, mert hát ugye Robert Quinn-t is árulják állítólag, nem nagyon jönnek hírek, de nem árt, hogyha van választék. Watts a Vikingsban játszott a védőfal rotációban. Arra is kell ember, Chicagóban ott kevesen vannak, és hát akit akartak, ugye Ogunjobi, ő is megbukott a fizikai felmérőn, tehát ott szűken vannak. Weatherfordot elvitték. Ugye Weatherford a Coltsban volt, őt se draftolta senki, de a preseasonban egész jól ment, ugye safetyből konvertált linebacker. És ugye Eberflusnak még a felkészülés elején, tehát még amikor a draft prospekteket írták, akkor még a Coltsnál volt, tehát nyilván van valamiféle átkötés, de hát itt nem ez a legfontosabb, ugye, hanem az, hogy Roquan Smith-szel nagyjából kiegyeztek, hogy akkor most fog játszani, de hát egyébként mellézébe lehet kerülni, special team-ben nyilván hasznos lesz, tanulja a posztot, itt lehet továbbra is nála is kísérletezni. Blackwell nevű cornerbackről van a legkevesebb információ, ami ugye Duke-ban játszott, és ő is egy első éves nem draftolt, kipróbálják, jó, hát legyen. Kivágták ugye Schofieldet, akiről már ugye beszéltem korábban az egyik Bears-es videó kapcsán, preseason meccs kapcsán, hogy jó igazolás, veterán, látott már pályát, ugye ő már sok helyen, és itt azért stabilizálhatná akár a falnak a jobb oldalát. Nem kell, azt mondták, hogy a helyiek fiatalabbak tudják hozni azt a szintet, főleg, hogy egy Leatherwood is jön, ugye. De nem csak Schofield, hanem azért Reef is eléggé elveszett ott a depth charton, ami lehet jó jel, hogy ugye a fiatalok jól mennek, de lehet rossz jel, hogy legatyásodtak a veteránok, hát ezt soha nem tudjuk. És Simba barátunk gyakorlóba bekerült azért, hát azért mindig elmondom, kis bátor, nem lesz ott a meccseken, de Tajay Sharp sem lesz, akinek voltak az első preseason héten bravúros megoldásai, most nem lesznek, kihagyja az évet. Rekord mennyiségű újonc van a Bears-ben, 15 újonc van az 53-as keretben, ez magasan a legtöbb mindenki közül, tehát egy átépítésben lévő csapatnál természetesen érthető, és ezek közül 5-en olyanok, akiket nem is draftoltak. Tehát 10 bekerült a draftról, és 5 extra is még helyet talált magának kezdő rosteren, hát ez majd később változik. Az, hogy valahol sok újonc van,
nem jelent semmit. Tehát a Chicagóban sok újonc van, de a második legtöbb az meg a Green Bay-ben van. Szóval azt nem árulja el, hogy sok újoncod van, hogy most jó a csapatod, vagy rossz. Tehát mert itt a két véglet, ugye nem mondom meg melyik-melyik. Bengals következik az ABC-ben, kicsit most gyorsabban fogunk haladni. Az erősebb csapatoknál talán nincsenek akkora aggályok keret kialakítást illetően, de a Bengalsnál olyannyira nincs, hogy kivágták az összes irányítójukat, tehát elég nekik a Burrow. Nem tudom miért, nem akartok versenyeztetni, tehát konkrétan kivágták a Brandon Allent, de ugye ez könnyen lehet, hogy csak ilyen financiális mahinálás, hogy ne váljon garantáltá a szerződése, és ezt sokan beszokták játszani, hogy kivágják a feláldozható veteránjaikat, és amikor kezdődik az idény, akkor leigazolják őket, hogy ezzel kicsit tudjanak alakítani a pénzügyeken. Hát Cincinnati-ben hát eleve szeretik a garast a fogukhoz verni, hát nincs olyan, amit ne hagynának ki ilyen tekintetben. Jelenleg ugye azt látom, hogy Burrow az egyetlen irányító a csapatban, de hát gyakorolóban vannak. Aktív keretben meg majd lehet, hogy visszahozzák a Brandon Allent olcsóbban. De volt azért mezőnyjátékosok között is változás, ugye claimölték Sharpingot, aki a Texansban hát így billegett a kezdőcsapat meg a csere sor között, már negyedéves támadó fal ember, hát szerintem neki így az élete napja volt. Az, amikor őt szabadlistára tette a Texans, aztán azt mondták neki, hogy na figyelj, akkor elhívnak Cincinnati-be. Hirtelen más célokért fogsz majd játszani. Sharping is olyan, hogy próbálták tekülnek, próbálták guardnak, nem kezdő kaliber, tehát ő azért inkább a hasznos csere, de hát ugye a Bengalsnál az egyik guard poszton Carmen van beírva ceruzával, aki nagyon szenvedett újoncként, úgyhogy van olyan dimenzió, ahol esetleg Sharpingnak még lehet helye esetleg a pályán is, mint az ötödik legjobb támadófal játékos, de lényeg az, hogy a Bengals továbbra is figyeli. Nincsenek megnyugodva támadófal helyzetükkel, mindig keresik azt, hol tudnak fejlődni, hogyha éppen az egyik csereposzton tudnak előrelépni egy nagyon picit, akkor abba is belekapaszkodnak, pár százalék pontot tudnak rajta nyerni, úgyhogy ez egy jó megoldás a részükről, jó meglátás, és Sharpie meg szerintem örül. Houstonban azért nem tudom, mekkora motivációja lett volna ott bekerülni a kezdőcsapatba. Mondjuk itt kontrakt évben azért nyilván megvan rá az éjség, de hát itt szerintem sokkal boldogabb. Leigazolták ugye Assiasit, akit kirakott a New England a tight endek közül, szóval annyira nincsenek megnyugodva a Hayden Hurst-tel, meg akik mögötte vannak, és ugye megy a tárgyalás, hogy esetleg O.J. Howard is csatlakozzon a brigádhoz. Amikor elkezdtem rögzíteni, még nem írt alá O.J. Howard, na de hát ő már pár élcsapatban megbukott, szóval nem tudom, hogy mennyire számítana ő erősítésnek, de azért ez mutatja a motivációt Duke Tobinnak, hogy nem elégedett a tight end poszttal. Jó, hát akik eddig voltak, azért az Uzomát is csak úgy véletlenszerűen találták meg, úgyhogy kísérletezgetni lehet. A kezdőben szerintem Hurst-tel semmi baj nem lesz, és hát ebben az offenszben fog enni a tight end, akárki is legyen az. És még a waiverről felszedték Jay Tufelét is, aki hát a bitangerős Jaguars védőfalban nem tudott bekerülni. Ő másodéves szintén, úgyhogy még ki tudja, hogy mennyi esélyt kaphat. Egy fiatal játékos, depth chart aljáról nem tudom, hogy mennyi edzés lehetőség jutott neki, tehát erre gondolok. De ő is megír egy ilyen löketet, mert ahhoz képest, hogy azért egy neves egyetemi játékos és prospect volt, azért nem mondanám, hogy agyon használták volna. Itt, hogyha jön a bogár, még egyszer mondom, akkor szerintem egy tehetséges gyerek, akinek még lehet akár csereként haszna, és beragadhat a keretben. Úgyis itt a védőfal turkálásnak szintén van arra felé múltja. Nagyon durva az, amit így a roster kialakításánál láttam a Bengalsnál, mert sehol máshol hasonló nem volt. 11 támadófaljátékos és 11 védőfaljátékos van az 53-ban. Ez azért nagyon ritka, mind a kettő 10 fölötti mennyiségű ember legyen. Szóval így, hát ők így akarnak nyerni majd falból, mi? Nem feltétlen, ott inkább azért, mert a kezdő meg is van, azért a padon nincsenek meggyőződve arról ki az 5.-6. ember. Amúgy 7-en kerültek be az újoncok közül a keretbe, és egy undrafted van közöttük.
És akkor át is tudok kötni a Bills-re, akik ugye elengedték O.J. Howardot, de nem csak őt, hanem három olyan játékosa volt a Bills-nek, akit ők szabadlistára tettek, más gárda viszont claimölte, és azt gondolta, hogy hozzájuk befér, még hogyha a Bills-ben nem is. Egyébként aránylag eseménytelen volt a keretszűkítés, 6 újonc került be a Bills-ben. O.J. Howard-tal kapcsolatban, hát ez így jól hangzott eredetileg, hogy ugye Dawson Knox-szal majd micsoda páros lehetnek, de ugyanezt meghallgattuk már Gronkowski-val is, hogy micsoda páros lehetne az O.J. Howard, aztán nem nagyon volt az. Én szerintem őt már leírhatjuk. Itt hosszabb távon is basznak, nehezen hiszem, hogy majd itt a 7. évére majd megtartosodik, mert azért hát be kell látni, hogy Titan scouting az a borzasztó nehéz, ugye egyetemen alig megy labda a Titan-deknek, na de hát azért az O.J. Howardnak tényleg azért jel kellett volna legyen, hogy egy jó meccsed volt öreg. Oké, vagy a döntőbe, de hát akkor is. Úgyhogy meglepetés ugye, mert pénzt adtak neki, meg egy ilyen sleeper játékos volt, de hát ha nem, akkor nem. Mindenki nem válhat be. Bills túléli. Broncosnál ott is ugye az elkapó poszton agyaltam itt a preszezon meccsek folyamán, ugye Seth Williams kapcsán, hogy ő most bekerül vagy nem. Végülis nem került be, mert inkább Virgil-lel mennek, aki egy nem draftolt elkapó, és hát ugye több specialty mértéke van. Seth Williams pedig, aki szintén azért jó benyomást tett rám, prospektként is azért láttuk a limitációit, tehát nem egy fürge gyerek, de egyébként itt kihozta szerintem a lehetőségeiből, ami benne volt itt a barátságos meccseken. Végülis nem írt alá gyakorolni Seth Williams, általában több helyre hívják, és még nem mondott igent a Broncosra. Pedig ugye itt már Tim Patrick sincsen, aki ugye véglegesen sérült listára került, majd még őt megnézegetem, hogy hova kerül, de egyébként ugye a Broncos is nagyjából lehozta ennyi intrikával. Náluk 9 újonc lesz, és csak ez a Virgil nevű olyan, akit nem draftoltak. Cleveland Browns-nál ugyanez a helyzet, ami az újoncokat illeti. Náluk Kellen Mondnak a claimölése az, ami az újságok címlapjára került. Ugye irányító poszton ismeritek a történetet. Dubs egész jól ment a preszezonban. Brissett élvezi a bizalmat a kezdőben, Dushon majd 12. héttől, és hát ugye az, hogy a Rosen helyett a Kellen Mond van még ott, az mindenképpen előrelépés, de hát Kellen Mond sem nézett ki jól. Sokkal nem nézett ki jobban, mint az előző augusztusban, de hát még mindig benne azért van talán némi upside. Stefanski talán jobban ért hozzá, mint a korábbi irányító edzők, offenzív koordinátorok, de hát ő nem azzal lesz elfoglalva, hogy Kellen Mondból mit csináljon, de minden esetre valószínűleg akkor, hogyha meg tudják a keretben tartani, aztán a következő holc azonban ő lesz a harmadik számú, hát még az se biztos, akkor talán még lehet egy kis reménye rá, hogy a ligában tud maradni, és karriert csinál, mint csereirányító, de hát ez volt itt a legizgalmasabb dolog a Brownsnál. A Buccaneersnél már sokkal inkább érdekes ez, hiszen azért egy fejnehéz rosterről beszélünk, de így is azért voltak számomra meglepő dolgok. Például az, hogy Tyler Johnson nem került be a keretbe. Jó, persze, ahol van 9 wide receiver, akit be tudsz küldeni, oda nehéz bekerülni, de például Scottie Miller bent van. Én meg voltam róla győződve, hogy Scottie kijátszotta magát, és nem élvezi Bradynek a bizalmát, ezek szerint még mindig jobban élvezi, mint Tyler Johnson. És ugye Tyler Johnsonnak nincs specialty mértéke, nem tudom a Scottie-nak mennyi van, talán visszaszaladt egy-két ponttal, és emiatt akkor azt mondták, hogy menjen, hát az egyértelmű volt, hogy őt nem tudod a gyakorló csapatba beszuszakolni, mert ő tehetségesebb annál, el is vitt a Texans. Úgyhogy majd, amikor sorra kerülnek, akkor beszélünk róla. Nem mondom, hogy érzékeny veszteség a Buccaneersnek, mert ők tele vannak azon a poszton, de hát vannak gárdák, akiknek jobban hiányozna egy ilyen játékos. Logan Ryan volt még az, akivel kicsit ügyeskedtek, de végül is nála is csak arról volt szó, hogy egy ilyen adminisztrációs probléma miatt kirakták, újraigazolták. 8 újoncuk van ebben az évben, egyet nem draftoltak közülük.
Na hát jön a Cardinals, ugye ott tehát nagy mesteremberek vannak az irodában, hallod, mindig meg tudnak lepni engem. Mondjuk az, a Cardinals volt az egyik olyan csapat, amelyiknél lyukra futottam, mert ugye megcsináltam a beharangozó videókat, és hát ugye a kezdő 22-est felrajzoltam, na most a Cardinals kirakott egy olyan játékost, akit beírtam a kezdőbe, konkrétan a Kennardot. Na mondjuk nem volt annyira stabil a pozíciója, de tény az, hogy be se került az 53-ba se. Kevés ilyen van, de hát megértem egyébként, inkább akkor mennek a fiatalabbakkal, ugye Dimu Kedzsével, hát meg a Maijé, meg a Cam Thomas olyan jók lesznek, meg a Gardek, jó? Van értelme egyébként. Na de hát másik posztokon is azért van baj, nem csak a pass rusher, az siettető poszton, kérdéses a kárccal, hogy mi van, hanem a például a támadófallal. Az egyik támadófal játékos, ugye a Hayes, akit hetedik körből van, aki már vizionált kezdőcsapatba, mert, kérdőjel, végülis ő a sérült listán kötött ki, szóval ragaszkodnak hozzá idén, nem akarják, hogy PS-ből elvigye valaki, de nem fog pályára lépni, nem fog edzeni sem. Na de hát az, hogy a Cody Fordér, édes, drága, zsíros kenyér, ötödik kört adtak a Cody Fordér. És ez még azelőtt volt, hogy elindult volna az óriási cut hullám. Tehát a Cody Ford egy olyan guard volt, aki persze második körös annak idején, de borzasztó volt, tehát ő Leatherwooddal nagyjából ugyanazt tudja, keveset, csak többször próbálkozott Cody Ford, és ugyanolyan rossz maradt. Ilyen játékosért ötödik kör, hallod. Pedig hát látjuk, hogy korábbi all-pro játékosok mennek ötödik körért, szóval ez a Bills-nek szerintem kurva nagy biznisz. Olyan játékos, akit kivágtak volna, és aki egyébként képtelen bekerülni a kezdő csapatba, kaptak ért egy jövő évi ötödik kör, de hát Steve Keim nem sajnálja a pittyeket, hát figyelj, adunk, amit akartok. És figyelj, így be kellene kerülni a csapatba. Veteránért adsz ellenértéket. Jó, nyilván a ötödik körös nem kell, hogy bekerüljön a csapatba, én azt értem, főleg guard poszton, de az ilyen faszik, ilyen hatodik, hetedik körös swapért szoktak elmenni. Tehát mi adunk hatodik kört, ti adtok hetedik kört, meg itt egy csávó. Tehát ilyenekért szoktak elmenni. Tehát ahhoz képest eléggé túlfizette szerintem a kárc. De ide azért be lehet kerülni a kezdő csapatba, és hát Fordon már csak a rutin segíthet, érted, hogy hirtelen a negyedik évére megtanul játszani, ami egyébként olykor előfordul valamiért bizonyos játékosokkal, hát a rutin miatt ugye, meg a képzés. Szóval az ott érdekes volt nekem, de hát jó ötlet, mert megnézném én is, hogyha Cardinals vagyok, hogy mit tud Cody Ford, de hát jobb lett volna az utcáról felszedni. És akkor hát van még ez, kérdéses poszt, és a leginkább kérdéses poszt, mondhatom ezt, cornerback? Oda azért jöttek emberek, hát a Raiders sikerült lehúzni. Ó, Raiders, Trayvon Mullen, hát kezdő corner volt tavaly. Idén is azt gondoltam volna, hogy az lesz, de lesérült Trayvon Mullen, nem nagyon edzett. Aztán amikor edzett, akkor megmondták, hogy nem illik a rendszerbe. Menjen a sor végére. És halad ilyen, na hát most itt ez van. Hatodik, meg hetedik kört cseréltek, meg ott a csávó. Tehát én a Cody Fordért ilyet adtam volna. Mullen meg egy potenciális kezdő corner. Hát ne vicceljünk már, hallod. Jó, sokkal többet... Ha kértél volna, lehet, hogy nem kapsz, de hát mégiscsak az egy erősebb pedigréről beszélünk. És így, hogy szeptember 1-én csatlakozik a csapathoz, aztán figyelj már, fiú, pár nap aztán meccs, én nyilván nehezen küldött fel a pályára, de hát itt azért voltak próbálkozások, veteránokkal, fiatal játékosokkal egyaránt, így hát, ha ráakadnak valami aranyrögre, ez folytatódik, és hát ebben jó illeszkedik ez a megoldás, szóval itt azért a Keim kijavította a hibát, tessék, tehát hogy most így összekombinálod, hogy mit kaptál Fordér, meg Malenér, vagy miket adtál, összesen kijön jóra. Úgyhogy az meg tetszett, megmondom neked, de hát szekönderibe beépülni egyik napról a másikra, az eléggé húzós feladatkörnek hangzik. Jött egy másik defensive back is, a Goodry, aki meg a Jetsbe volt, hát leginkább slot corner, de a Jetsbe van annyi defensive back van, öreg, nem fér be senki. Konkrétan most már az van, Revis visszajön, de mondanák, már figyelj, nincs hely, ne haragudjál. Úgyhogy Goodry sem fért már be, de ő egy olyan játékos, aki még elszaladkál NFL pályán. És az is egy jó megoldás. Nyilván ők belül megvannak a Byron Murphyvel, de hát hogyha esetleg nagyon nagy baj van, aztán ki kell, hogy menjen a szélre,
Gudri is fel tud menni, úgyhogy ő egy használható játékos, tehát így egy jó meglátás volt, főleg egy olyan secondary-be, ahol már Josh Jackson-t próbálgatták egy ponton. Meg hát azt el kell mondani azért, hogy a Cardinalsnál egy kompetens defense koordinátor van, amit azért nem sok csapat tud elmondani magáról. Már bocsánatot kérek. Amúgy náluk 5 újonc lesz a keretben, egy olyan sincs, akit ne draftoltak volna, itt a legutóbbi nézetem szerint. Chargers-szel megyünk tovább. Na hát eldőlt a fullback kérdés. Hát ezen izgultunk végig. Ki lesz a fullback a Chargers-ben? Elment Neighbors. Kirakták Neighbors-t. Horváth Sanyi vállalja. Hát nem véletlen draftolták. Pillanatra azért meginoktam, hogy itt majd ketten meg a Neighbors mégiscsak marad 7. körös helyen, de nem. Horváth lesz a fullback, úgyhogy az utolsó lépés szerintem megvan ezzel a bajnoki cím irányába. Ami jó hír még, hogy a Tavon Campbellt sérült listára rakták, ő nem fog focizni. Tavaly rengeteg dolgot engedélyezett Tavon, főleg elkapásokat, de olykor szabálytalansággal is észrevétette magát. Tehát az, hogy ő nem lesz a pályán, a Mányers. Leigazolták Sonny Michelt. Ó, hát a szomorú dolog. Mi, Sonny Michel? Draftoltad az Isaiah Spillert. Nem tanulsz semmiből. Úgyhogy hát most nyilván az, hogy ki a cserefutó az Eckler mögött, a Sonny Michel, vagy a Rountree, vagy a Spiller, az fotball szempontjából édes mindegy, fantasy szempontjából hát nem annyira mindegy neked, ugye? De hát a mérkőzés eredményeit nem befolyásolja. Sonny Michel boldogan leül majd a padra, aztán néha bejön egy yardot futni. Egyébként ugye, amikor Bendyék fociztak, tehát a Chargers cserék, akkor hát próbáltam megfejteni, ki lesz a 6. elkapó. Végülis lehozták úgy, hogy 5 elkapóval mennek. Jól van, akkor nyasgem. Akik megharcoltak a 6. elkapó helyére, ők mindannyian bemaradtak gyakorolni. Köszönöm, Chargers. 8 újoncuk van, mindegyiket draftolták. Kansas City Chiefs első olyan csapat, amiről semmit nem tudok elmondani. Kérem, kapcsolja ki. Tehát, hogy akiket kivágtak, jó, hát azokat ki kellett vágni, akiket meg kellett tartani, közülük gyakorolni, azokat megtartották, és egyébként külső helyszínre meg nem kell senki. Ezzel együtt tudok élni. Az a durva, 9 újoncukból 4-en defenzív bekkek, úgyhogy azért sejted, hogy mire áldoztak legtöbbet ebben a holt szezonban. Undrafted nem jutott be a keretbe. Hát még ebben a gyenge Chiefsbe nem lehet bekerülni. Folytassuk a Colts-szal, ugye másik nagy bajnok esélyes, hát egymás után jönnek, ugye? Tőlünk távoztak veteránok, távozott Philip Lindsay, távozott Dennis Kelly, tehát ezek az jelek, hogy fiatalok már tudnak annyit erről a sportról, mint amit a adott veteránok, az mondjuk jó jel, jövő építés szempontjából. Philip Lindsay kezdi elveszíteni a húzónév státuszát szerintem. Dennis Kellyt meg azért lehetett elengedni egy alapvetően azért tekül hiányos csapatnak, mint amilyen a Colts, mert a waiverről sikerült megszerezni Luke Tenutát, akit ugye a Bills választott ki az idei drafton, és hát óriási hegyomlás ő is. Futásnál igen jó megy. De hát ennyire limitált játékos, tehát azért egyetlen erőssége azért, hogy futásnál nagy helyre kiér, és hát egyébként nehéz felborítani, de most, hogyha jó helyre kerültél, mert itt ez a Colts. Édes barátod, a Bills az, amelyik leginkább passzorientált csapat, oda azért nehezen illett volna be Virginia Tech kiválósága, na de hát a Coltsba, hát öreg, csinálsz majd helyet néha Jonathannak, ha egyáltalán pályára kerül, mert egyébként ugye cserének jön, de hát nagyon tudtam örülni ennek a meglátásnak. Illetve elhoztuk Hamon Serranot, azaz Grant Stewartot, a Tampa Bay Special Team ászát, lemondtak róla lobogó hajával. Úgyhogy így a Weatherfordot elklaimölte a Chicago, mi akkor ide cseréltük Stewartot, aki meg majd szétfejeli a kapufát, hogyha arra kérjük meg. Na most ugye a Buccaneersnek erre megvan az ember, ugye Cole Kieft, akit ugye most draftoltak, Brady mondta neki, hogy Cole, mennyi harapjat ketté a kapufát? Igen, főnök. Úgyhogy ilyenből nem kell kettő, azt mondták. Na majd nálunk, ne féljél, úgyhogy Tasman ördög jön majd, special teamből mi hozzuk a touchdownokat, megint leblokkoljuk az összes pontot. Ez a terv. El tudom fogadni. Ráadásul, aminek hát legjobban örültem, hogy Shaquille Leonard aktív
azt képzeld el, hát olyan rémhíreket terjesztettek, hogy hát azért nem veszik le a puklistát, ki hogy az egész évet, meg ilyesmi, nem fog edzeni egyáltalán, örökre abba hagyja, aztán itt 10 nappal az meccs előtt aktivizáltuk le Nördöt, mindenki nyugodjon le. 11 újoncunk van, ebből 4 olyan, akit nem draftoltak. Na de hát nálunk olyan scouting van öreg, hogy megtaláljuk ezeket a gyémántokat. Biztos most is lesz közte. Colts után Commanders következik, hát van egy közös pont ennek a két franchise-nak. Talált ki, kire gondolok. Azt kell tudni a Commandorról, hogy Chase Young még mindig PUP listán van, tehát még mindig rosszul van. Az azért befolyásolja a szezon kezdetet. És hogyha rosszul indulnak, hát akkor onnan nehéz lesz. Két defensive back-et szedtek össze szabad listáról. Az egyik ugye az újonc Castro Fields, akit a 49ers nem tudott beerőszakolni a keretbe. A másik pedig Wild Goose, aki ugye a Bills-nél és a Jets-nél is hiába próbálkozott az elmúlt években keretbe kerülni, de egyébként szerintem egy jó képességű gyerek. És ez az jó jel, Rivera és a Dario szempontjából, hogy nem törődtek teljesen bele a defensive back sorba, és hát lehetséges az, hogy kiszorítsa valaki a Danny Johnson-t. Meg akit ott annyira imádnak arra felé, azért Reeves-et nem, de például az Epkit már kirakták. Úgyhogy kicsit ott próbálnak frissíteni a secondary-n, én szerintem ez üdvözítő ott a keret aljában. Ráadásul a Castro Fields-nek nagyon erős special team jelenléte is van. 11 újonc került be a Washingtonba, közülük 3-an tight endek, szóval Logan Thomasnak, hogyha sikerült karriert csinálni, hát bárkinek sikerülhet, gondolják. 2 olyan játékosuk van, akit nem draftoltak. És nagyon tetszett, hogy a Commandersnek 3 linebackere van. Elég az bőven. Abból ugye Milo special teamer, hát a Jamin Davis meg... Hát muszáj lesz akkor, hogy pályán legyen, érted, mert nincs más. Ha csak nem ügyeskednek még valamit a következő egy hétben, hát mondjuk az simán benne van. Csoport ellenfelük, Cowboys. Cowboysban nincs csereirányító, csak úgy, mint a Bengalsnál, ők is azt mondták, hogy hát mindenki menjen innen el. Prescott marad, és mögüle majd éppen aktiválódik, aki aktiválódik a gyakorlók közül. Szóval itt lehet mondani, hogy a csereirányító versenyt a Dinucci, Cooper Rush és a Greer közül nem nyerte meg senki, mindenki elvesztette. És ugyanez igaz a kicker versenyre is, mert a Mahert is inkább csak gyakorolni nevezték be. Arról nem beszéltem, amikor leigazolták, hogy Anthony Barr Cowboys játékosa lett, korábban nagy név, jelenleg, hát már nagy név, de teljesítmény már nem igen van mögötte, de alapvetően beleillik abba a tervbe, amit ugye kitalált Dan Quinn, hogy ilyen nagyon sokoldalú játékosokat összegyűjtenek, aztán több posztról lehet őket indítani, ebbe beleillik egyébként, na de hát a tradicionális linebacker helyen már szerintem pazarlás lenne őt fenntartani, akár a Van Deresnek, akár leginkább a Parsonsnak a kárára. Nyilván, hogy csak azért van itt, hogy veterán erő, meg biztonsági tartalék, akkor az jó, de többet azért ne reméljenek tőle. Márpedig ott arrafele hajlamosak túl sokat remélni. 12 újonca van a Cowboysnak, tehát akkor az Holt versenyben második legtöbb, és 4-et nem draftoltak, mégis bekerült hozzájuk. Hát igen, itt azért a Holt szezon az adott lehetőséget rá, hogy feltöltődjön a keret rutintalanokkal, mert most nem olyan telített, mint tavaly. Ellentétben a Dolphinsnál, ahol meg hát embertelen mennyiségű játékost kellett volna megtartani, ez nem sikerült, aztán még a héten is igazoltak, ugye Trey Flowers-t leigazolták, aki ugye veterán defensive end, korábbi Patriots és Lions játékos. Mi volt az a posztja Dolphinsnak, ahol a legjobban álltak? Hát valószínűleg azért defensive end volt, jött még egy. Úgyhogy nekik van a ligában a legjobb 5. számú defensive endjük. Ez nem tudom, hogy ére valamilyen trófeát, de elmondhatják magukról. Amilyen poszton ugye leginkább tömve voltak az az elkapó, onnan ugye Bowdent kirakták és Preston Williams-t is, mind a kettőt hirdették, nem jött vevő, akkor mehettek. Természetesen egyikőjük sem írt alá a helyi gyakorlócsapatba. Bowden New Englandbe tart, az még ott érdekes lehet, Preston Williamsről nincs hír. Támadó falba nem tud bekerülni, Solomon Kindley és az UDFA Lieblingem Kellen Dish sem.
Úgyhogy hát ez is egy már egy jel nagyjából, hogy jó irányba haladnak a dolgok, ami a Dolphins támadófalat illeti. Öt újoncuk van, ugye hárman draftoltak, kettőt nem draftoltak. Hát újabb fontos résztvevő következik az Eagles, akik két ügyletet is véghez vittek, ahol komoly draft pick csere is történt, nem csak játékos csere. Egyrészt Chauncey Gardner-Johnson érkezett a Saints-től, nem egyedül egyébként, és úgy nézett ki a dolog, hogy Gardner Johnson egy tehetséges slot corner, vagy safety, akármit akarsz tőle, free safety, strong safety, bármit eljátszik neked, de hát ő megmaradt ilyen alulértékelt játékosnak. Annak idején később választották ki, mint amit a többség gondolt, és a jó teljesítménye ellenére nem akarnak vele minden áron hosszabbítani. De most egy New Orleansról van szó, az azt jelenti, hogy hát pénz az nem igen van, tehát hogyha adnak is, akkor azt csodával, határos módon kerítik elő, és Philadelphiában ilyen gond nincs. Ugye Philadelphiában az irányító legrosszabbul fizetett játékos, ezáltal mindenki másra van pénz. Valaki szeretne szerződést, fiatal, ott van már, hogy lassan lejár neki, de nagyon tehetséges, küldjétek ide. AJ Brown-t ide küldték, nyerj itt a sok pénz. Jön Chauncey Gardner-Johnson. Több poszton igen jó játszol, secondary-be, coverage-be jó vagy. Hát sok pénzt megérez. Adnak majd neki sok pénzt, megtehetik. Mert Jalen Hurtsnek nem kell. És ezáltal, ami ott felszabadul, hát azt ki tudják nyomni, és ezáltal szuper csapat természetesen ki tud épülni. Óriási találat, én azt gondolom. Gardner Johnson, és még előrelépés is lesz ahhoz képest, ami tavaly volt nekik, nem tudom, a Malcolm Jenkins korszakban. Úgyhogy nem tudom, hogy most slot cornerként vagy safetyként gondol magára, és hogy Gardner Johnson melyikben gondolja, hogy jobb teljesítményre képes, hát mind a kettőben elit, jó, azt tudom, de hát azért nem mindegy, mert fizetési igény szempontjából a jobban jársz, ha safety vagy. És ott azért van hely, mert ugye kirakták Tartot, akit megpróbálta, hogy ide bekerüljön, nem sikerült, meg ugye McLeod is távozott, úgyhogy ott az van hely, tehát az Eagles egyik safety helye az nyugodtan a tied lehet, Chauncey, és azonnali előrelépést jelenthet, tehát ez most olyan, hogy a játékos szerintem örül, mert pénzénél lesz, Eagles nagyon örül, tud erősíteni, a Saints ráfarag szerintem, de hát ők azt kommunikálják, hogy nekünk nem kell ennyiért eltartott kisújjal, jó, hát majd meglátjuk, hogy sikerül pótolni. De hát az a durva, nem egyedül jön New Orleansból, hanem ilyen bukkal. Kirakták bukkot. Hát miért? Saints azt mondta, hogy figyelj már ilyen bukk. Hát nem elég ez a futballtudás ide. De hát Philadelphia ráharapott egyből, elérhető ilyen buk. Elhozták messze legatletikusabb New Orleans irányítót, és akkor itt lesz ő harmadik számú. Sinet meg a Carson Strong helyett. De azért Minshew-t nem szorítja ki. Szóval, hát ezek bolondok, halott Sirianni. De mindegy, most harmadik számúnak jó az ilyen buk nekem. Bemegy, úgyis veszélytesz, nem? De hát az bármelyik harmadik irányítóval így lenne. Jalen Reagert ugyanakkor elküldték, azért mindenkinek nem jutna szekrény, tehát valakinek menni is kell. Reager Minnesota-ba került, az Eagles szempontjából szerintem motiváció az lehetett, hogy akármilyen ellenérték jön, jó lesz. És akkor hát megajánlotta nekik a Vikings, nyilván ráfaragnak, hogy korábbi elsőkörös helyett ilyen ötödik meg hetedik kört kapnak, de tovább vártak volna, akkor már ennyi sem jött volna. Szóval a Philadelphia így most ki tud ebből szállni. Nyilván rosszul néz ki, hogy egy busztot választottak első körben, miközben már olyanokat lehetett volna, hogy tudjuk, hogy kiket lehetett volna. Sirianni annak idején volt elkapó edző San Diego-ban, talán még abban az időkben. Na de hát valószínűleg neki nem az a legfontosabb dolga egy ilyen felkészülés folyamán, ami a head coach munkát illeti, hogy most akkor itt a sokadik wide receiverrel mi lesz. Szóval én el tudom képzelni, hogy Reagor jobb helyzetbe kerül olyan szempontból, hogy Minnesota egy olyan közeg lesz a számára, ahol könnyebben csinál majd
karriert, vagy olyan számokat, amikkel keretben tud maradni. Az Eaglesnél nem akarták őt pátyolgatni, nem akarták köré építeni az offense-t, meg felépíteni őt, mint játékos, mert azóta már van fiatalabb, ugye a Devonta Smith, meg egyébként is az offense nem úgy néz ki, hogy a elkapókon folyna át. Tehát az, hogy most ők azt mondták, hogy jó, elég ebből, és még kiszállnak úgy, hogy kapnak érte picket, abszolút megértem a motivációját a Rosemannek. 8 újonc lesz az Eaglesnek itt az első héten, hogyha semmi nem változik, 3-at nem draftoltak közülük. A Falcons erősödött, oké, tehát itt még ők tudnak azért, mert hogy hát akik távoztak, azok hát nem kerettek máshová, vagy hát nem túlságosan ügyesek. Viszont azért jöttek emberek, akikre azért kell figyelni. Egyrészt itt van a Keelan Cole, aki nem kellett a Las Vegas Raidersbe, meglepődtem rajta. A Falcons elkapósorba be lehet kerülni, bár most már messze nem néz ki olyan rosszul, mint egy hónapja gondoltuk, ugye? Főleg, hogy benn van Bernhardt, ugye? Amíg az lesz a baj, mert nem játszik a Keelan Cole miatt. De egyébként hát szerintem ő olyan játékos, akit azért néha üresre tud majd sematizálni Arthur Smith, tehát ilyen negyedik wide receivernek jó, vagy ötödiknek. Elhozták a Jetsből Chuma Edogát, aki hát nem volt kezdő a Jetsben, de szerintem egy jó pass protectornak számít, az egyetemen az volt mindenképpen még. És hát ugye a Falconsban 4 támadófal játékos van. Na most Edoga, mint guard, nehezen értelmezhető, azt még nem gondolnám, hogy szélen lesz kezdő, és a McCreary-t bezavarják középre, de cserejátékosnak szerintem többre érdemes, semmint, hogy itt megfeledkezzünk róla, úgyhogy szerintem az egy jó claimölés, van értelme, bár itt a rendszerben nem tudom mennyire illik. Ami meglepőd, hogy a tight endek közül Ferguson-t elküldték, nem igazolták újra, Pruittot elküldték, de őt visszaigazolták, szóval nem volt igaza. Tehát nem a volt Titans, tight endek maradtak Kyle Pitts mögött. Hát még Arthur Smith tud meglepetést okozni a szezon ezen pontján is. 10 újonca van a Falconsnak, ebből 3 olyan, akit nem draftoltak. Na most a Giants következik, ott azért volt esemény, bőségesen, hát átépítésben lévők, ugye. Egyrészt nagyon sok játékost elfekvőbe beraktak az Injured Reserve-re, tehát ők nem fognak játszani, akik hát biztos, hogy nagyon durván sérültek, vagy csak azt mondják, ez ugye van ilyen is, olyan is. A aránylag bőséges draft osztályukból ugye a Beavers és a McKetten olyan játékosok, akik sérülten kezdik karrierjüket, de legalább nem fogják őket elvinni. Ricky Seals-Jones tényleg megsérült, szóval a tight end poszton kell variálni, én szerintem így járnak a legjobban, mert a Seals-Jonesban már nem volt upside. Ellerson Smith és Rodarius Williams meg másodévesek, az egyik edge, a másik corner, aránylag idősebb prospect volt ugye, de hát ők is olyanok, hogy megsérültek, nem tudnak most pályára lépni, de a keret tagjai maradnak, és jövőre is itt kezdik majd meg a felkészülést. Amiről elfelejtkeztem még a Giants-es beharangozó videóban, ami marha rég volt július elején, hogy ugye Matt Peart sebesült, és ő a PUP listán kezdte meg a felkészülést, és most is ott van, tehát ő nem gyógyult meg. Lehet, hogy még ilyen 6-7, mire egyáltalán, és utána elkezdett edzeni. Aztán még vagy aktiválják, vagy nem. Tehát az hülyeség volt a részemről, hogy Evan Neal-t guardnak vizionáltam, és Peartöt beírtam a szélre, mert hát olyan felállás maximum decemberben lehetne lehetséges, és hát nyilván ha addig Peart nem játszik, és Neal lesz a right tackle, akkor miatta nem fogják bemozgatni. Szóval azt ott benéztem sajnos, és ezáltal égetőbb az, hogy a guardok között kit tud megtalálni a Giant, mint megbízható ember, és még nincs vége ennek a keresgélésnek, hiszen Jack Anderson személyében Philadelphiából hoztak egy tartalékos játékost, korábbi Texas Tech specialista. Ő is egy olyan, hogy hát eddig a kezdőben nem nagyon volt neki lehetősége bizonyítani, de hát Philadelphiában aránylag nehéz bekerülni.
itt könnyebb, és hogyha már ez a néhány év gyakorlás segített rajta, akkor nem zárunk ki, hogy még látjuk a pályán, szóval az is egy korrekt meglátás, de hát összesen hoztak 4 játékost a waiverről, secondary-be jöttek a többiek. Aki nekem leginkább érdekes, az Pinnock, aki ugye a Jetsben volt, szóval nem tudom, hogy a hétvégén már beszéltek-e vele az egymás közti meccsen. Pinnock nagyon keveset játszott a Jetsben, safety-t leginkább, 3 meccsről beszélünk szerintem, de ott teljesen korrektül teljesített. Na most, hogy ennek mekkora információ ereje van, az nem tudom, tehát most valószínűleg az edzéseken akkorát nem mehetett, és inkább szabadjára engedték Szaláék, de hát ide azért kell ember mindenképpen, mert már ugye a harmadik safety posztra is akár oda lehet kerülni, úgyhogy a Pinnock átmenti azt a formáját, amit hát nagyon-nagyon limitált mintán láttunk, akkor ez egy jó meglátás nagyon, hogyha meg nem jön be, hát akkor nem veszített semmit. Justin Lane mégis Nick McCloud, egy pittsburghi és egy buffalói tranzakció történt, akik a secondary-nek a mélyítése miatt jöttek. Néhány éve ez egy nagyon mély cornerback egység volt, hát most már halászgatni kell ezeket a fiúkat. Ugye Lane aránylag sokszor volt a pályán, nem volt meggyőző, McCloudnak meg hát van buffalói múltja, azt mindig imádják, hogyha a Giantsről beszélünk. De hát akiket láttunk a preseasonban játszani a roster aljáról, mint cornerback, hát ők nem voltak azon a szinten, hogy egyáltalán szóba kerüljenek, mint kerettag. Úgyhogy megértem a motivációt, hogy inkább máshol keresgéltek, de hát ez egyben szomorú is. 10 újoncuk lesz az első héten, ebből egy olyan csak, akit nem draftoltak. Jaguars nagyjából rokon helyzetben van, ugye náluk is új edző van. Véget ért szomorú Laquan Treadwell korszak. Kirakták korábbi basztot, aki egykoron Trevorka legmegbízhatóbb embere volt, új szelek fújnak. Most már Treadwellre nincs szükség, vegyük úgy, hogy akkor innentől kezdve már jó lesz minden. Főleg úgy nem lesz szükség rá, hogy ugye Kendrick Pryort elhozták ugye a Bengals 2-ből, a preseason meccseken Browninggal, meg Brandon Allennel, meg Plittel, meg a Kendrick Priornak jó néhány first down elkapását tudtuk nézni. A Jaguarsnál hát nyilván kisebb a tehetség a wide receiver depth charton, de marha sok ember van. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi edzés szituáció jutna neki, de egy tehetséges fiúnak tűnik. És építkező csapatba, hogyha ilyen jön, nem veszítesz semennyit vele. Tasty Hasty-t elhozták a Niners-től, én szerintem ő sokáig nem lesz itt. Bár az is egy információ, lehet, hogy nem elégedettek Snoop Dogg-gal. De hát alapvetően másfajta játékos, azt nem értettem, hogy őt miért kell baszogatni. Van Lanen, az, aki jött a támadófalba még kicsivel korábban, ugye Green Bay-től, ott még egy picture is ment, ilyen hátsó körös tologatás, az mondjuk nem árt. Ugye a Jacksonville-nek, ugye a Green Bay-ben jó a támadófal képzés, vannak elegen, Jacksonville-ben rossz a támadófal képzés is, meg egyébként kevesen is vannak, akik jók lennének, de követte őt egy másik ember is, Green Bay-ből, akit elhoztak a waiveren, azt megint nem értem. Ugye Ty Summers-t elhozták, minek? Tehát ugye a Jaguars-ban, hogyha egy posztot kell mondani, ahova ne hozzál embert, az linebacker. Tehát sokan vagytok, fiatalok, jól fizetettek, hát ki melyik, de azt mondják, hogy jöjjön még egy. Aztán lehet, hogy majd csak a special teambe van, fog szaladgálni, mert oda nem akarják berakni a Devin Lloydot, meg a Mumát, meg a Olókunt. Jó, persze, na de hát az pazarlásnak tűnik nekem, érted? Miközben elmondtam, Washingtonban van 3 linebacker, azt az is soknak tűnik, itt meg akarnak, akkor legyen 9. Jó, hát ahogy gondoljátok, nem a Ty Summers-en fog múlni valószínűleg, hogy hány meccset nyernek, de fura ez az egész. Willie Johnson nevű emberük, ugye, aki még itt visszahordó specialista fenomén, ő végülis az IR-re került, tehát ő kihagyja ezt a felkészülési évet, aztán majd jövőre újra megpróbálja, mennyit fejlődik az adott elkapásba. Biztos nagyon sérült, otthon tud majd edzeni. Ja, ezt elfejtettem, még Gillespie-t is elhozták, akit hát nagyon hype-oltam, amikor a Titans cserélt érte, nem tud megragadni a Titans-ben, Raiders által draftolt safety,
itt is azért van hely, tehát azért még a kezdőcsapatban is én azt mondom, ha már Gillespie kihozná magából a maximumot, akkor veszélyt tudna jelenteni a kezdőcsapatra, de hát ezek szerint Ray-ből annyira nem volt ott elájulva. Nem árt szerintem még kicsit ott megrugdosni a gumit, hogy mi van vele, mert többre hivatott. Kicker poszton pedig Riley Patterson fog szerepelni, legalábbis elsőként, hát amíg ki nem hagy egy rúgást. Tavaly Detroitban eltalálta a kaput párszor. Szóval 8 újonc Jaguarsnál, 2-t nem draftoltak. New York Jets egy olyan csapat, amelyiknél hát főleg távozókról lehet beszámolni, hát ők, nekik már nem nagyon kell ember. És szinte mindenkiről esett már szó, akiket itt mondtam, tehát a Pinockot, White Goose-t, Vescot, Edogát elvitték waiverről máshova, ők nem hoztak igazából senkit, tehát ezt is lehet mondani a Jetsnél, hogy most már azért aránylag tehetséges a keret, és egy korábbi érának, egy nem túl sikeres érának voltak ezek projektjátékosai, akik nem váltak be, de most már magasabb helyre pozícionálja magát a Jets, most már ilyen játékosokra nincs szükség, vigyék őket máshova. Tehát ez mondjuk teljesen rendben van, csak hát nyilván nem biztos, hogy marha sok győzelemmel lesz több új összeállításban, hogyha a legfontosabb posztot nem oldják meg, de ez nem erre a lapra tartozik. Tevin Coleman-t is kivágták. Egyébként neki jelenleg nincs csapata, de hát ő már rég nem faktor. És nincs fullback a rosteren, ami azt gondoltam eddig, hogy ez elképzelhetetlen ebben a sémában, de hát eszembe jutott, hogy idősebbik LaFleurnak sincs fullbackje, csak néha valakit odaállítanak véletlenszerűen. 9 újoncuk van, 2 olyan, akit nem draftoltak. Lionsnál irányító poszton volt váltás, hát nyilván nem Goff, mert hát ő nagyon-nagyon kell, de sem Boyle, sem Blau nem érte azt a szintet el, hogy Dan Campbell vissza tudja tartani a hányást, úgyhogy elzavarta őket. Gyakorolni lehet maradni, mert rendes csávók vagytok, de kell egy csere irányító, és végül is Sutfeld lett az. Nem tudom, hogy ki ajánlotta, de hát egy edzés valószínűleg, és az Dan Campbell látni fogja, hogy hát fiúk, oldalra tudtunk mozogni ettől a megoldástól. Sutfeld borzasztó, ugyanúgy, ahogy eddig akik itt voltak, de hát lépni kellett, mert az tolerálhatatlanul gyenge volt, amit csináltak, úgyhogy nem baj, hogyha ugyanazt tudják, inkább más legyen. De hát, hogyha egy Goff végigedzi az összes napot, akkor még nem fog kiderülni Sutfeldről semmi. Minden esetre, hogyha valami baja van Goffnak, akkor Sutfeld garantáltan elvisz titeket a jó draft pozícióhoz. Benito Jones és Demetrius Taylor, két defensive tackle, akiről még akarok beszélni a Lions kapcsán. És itt is felteszem a miért kérdést, és erre mindig tudod mondani azt, hogy hát a tehetségre szükség van. Oké, mert hogy Demetrius Taylor egy nem draftolt defensive tackle, Appalachian State-ből azt hiszem, aki megragadt a keretben, és ezen kívül, rajta kívül, a Dolphins-tól claimölték is Benito Jones, aki szintén undertackle-ből tud majd menni. És elvileg a Lionsnak az lenne itt a prioritás, hogy Alim McNeill-lel, Onwuzurike-vel, százszor elmondtam, épüljen a jövő. Most ehhez képest még konkurenciát hoznak, ami nem fest jól másodéves fiúkkal kapcsolatban. Aztán megint az lesz, hogy a Brokers van a pályán. 6 újonca van a Lionsnak ebben az évben, és csak ez a Demetrius Taylor az, akit nem draftoltak. Packersnél hát semmit nem tudok elmondani magának. Kérem, kapcsolja ki. Itt is az van, akiket kivágtak. Jó, úgyse tudtak beférni. Azok közül van, aki maradt gyakorolni, van, aki elment, nem kell sehova. Green Bay-ben nem történt semmi. Átlagos kedd este. 12 újoncuk van, ahogy azt mondtam. Egyet nem draftoltak, de ő a long snapper, Coco. Szóval az olykor azért megbonyolítja ezt a helyzetet, mert ugye minden évben bekerül 31 néhány átlagosan undraftidok közül, aki karrier tud csinálni, aki keretbe tud kerülni az elején, hát meg nagyon sok gyakorolni, ugye? Hogyha ilyen specialista poszton van, hát akkor az nyilván más kávéház, de hát egyik poszt sem egyenlő a többivel, úgyhogy hát akkor sok sikert Kokónak majd a long snappekhez, hogyha esetleg kihagyja Crosby, akkor az ő hibája lesz. Panthersnél nem tudom, hogy lesz-e kihagyott rúgás, mert most a Pinheirót
íratták alá Gonzáleznek a sérülése után, tehát ő egy új játékos, lehet fogadni hány meccs? Over-under 3,5 meccs, mielőtt jönne egy új. Volt csere Carolinában, trade. Laviska Shenault érkezett. Nem emlékszem már egész pontosan, de minthogyha mondtam volna az egyik Jaguars preseason meccs közben, hogy Shenaultot mikor cserélik már el a Panthersbe. Megy a CJ Henderson ide nyomták, és minthogyha ez fogalmazódott volna meg bennem, de már lehet, hogy csak beképzelem. Szóval Shenault jött, oké, okay. Hogyha valakire nem mondanád rá, hogy majd ő ügyesen használja, az a Ben McAdoo, mert hogy McAdoo-ról hát nyilván az a sztereotíp kép él bennünk, hogy minden formáció az I-formáció, aztán futunk a fullback mögött, de ez csak nem lesz igaz. Szóval Shenault legutóbbi Jaguars meccsen megállapítottam, teljesen megszelidült, és már nem veszélyes a labdával. Szóval itt abszolút a prospektet hozod, és nem az NFL játékost. Lehet, hogy a levegő változás az majd segít rajta, de én azt mondom, hogy a Carolina-nak már van egy ilyen embere, akit hamarabb küldenék pályára, ugye a Shy Smith, aki ilyen gadget játékos, nyilván kisebb, mint a Shenault, mert a legtöbb játékos kisebb nála, de még ott jobban mozgott a labdával, meg jobban iparkodott. Úgyhogy a motivációt megértem, hogy megpróbálnak egy korábbi második körös, de hát Shenault annyira keveset mutatott a Jaguarsban, hogy én teljesen kiszerettem belőle, pedig hát nagyon mélyről indultunk. És a gyakorló csapatban elhozták még Eason-t, úgyhogy megint új csapata van Eason-nek. Nem valószínű, hogy sok vizet fog zavarni a hát már nem tudom, ötödik irányító a Carolina-ban. Öt újoncuk van egyébként, egy olyan, akit nem draftoltak, de neki nem is nagyon voltak pikjeik, szóval így is már tudtak egy extrát találni, hát az milyen jó. Patriots, náluk ugye a sérült lista az, ami mindig ad témát, mert ott szereti tartogatni a játékosait Belichick, ahelyett, hogy ott ellopnák tőle a gyakorló csapatból. Legszívesebben a koordinátorokat is felrakná IR-re, mert akkor nem lehetne őket kinevezni. Ebben az évben Henry Anderson, veterán defensive end, Perkins, edge játékos, Wilkerson, a wide receiver a Semo-ról, és Jojuan Williams, magas bust corner, azok, akik sérült listára kerültek, tehát ők nem fognak gyakorolni sem, nem fognak játszani sem, de még akkor jövőre megnézik, hogy mire lehetnek képesek, mert még a szerződésük az talán megmarad. De egyébként meg más ilyen nagyobb horderejű esemény Foxborough-ban nem történt, így a keretszűkítésnél, a gyakorló csapat feltöltésénél, máshonnan való igazolása kapcsán sem. Úgyhogy náluk 10 újonc lesz a keretben, ebből kettő olyan, aki nem draftolt, hát miattuk vagy ugye leginkább izgatott. Schooler, kiszorította Bettelt, Pro Bowl Special Teamer, hát itt van akkor a következő iskolajáték. Így értünk el a Raidershöz, akiknek az elvesztett játékosairól már mondtam egy-más, ugye Mullenről, Leatherwoodról, Kielenkorról, de hát ők már év, vagy a felkészülés korábbi szakaszában is nagy neveket elengedtek, ugye. És aki még nem került szóba, az a sérült listán végző Brandon Parker, de ő tényleg megsérült, akit azt gondoltunk, hogy jobb oldali tekül lesz. És miután ő kidőlt, azt gondoltuk, hogy hát a Leatherwoodnak akkora mákja van, érted, hogy nem marad ellenlábas a kezdőcsapatba kerülésért. Aztán még így is azt mondták, hogy menjen. Egyre rosszabb és rosszabbnak néz ki a Gruden korszaknak a draft listája. Ezt eléggé megdobta a Raiders ezzel a keretszűkítéssel. Egyébként 10 újoncot tartottak meg, és 3 UDFA közülük. Mondom, nekem a Mullen talán még nagyobb sokk is volt, hogy elment, mert ő egy olyan játékos volt, akire azt mondtam, hogy hát a második körben nem választottam volna ki, a legtöbb játékos, ez igaz volt, akit a Raiders elvitt az elmúlt években, de még ő volt az, aki nagyjából rám cáfolt, mert még egész korrekt volt a szélen. Aztán most állítólag annyira rendszeridegen volt, hogy sürgősen el kellett nyomni az Arizonába. Hát jó van, akkor biztos. Ugye a Rams nemet mond abszolút a felkészülési időszakra, úgyhogy náluk a világon semmi nem történt. Akik játszottak preseason meccseket, ők nem fognak pályára lépni soha tét meccsen, de nagyjából néhányan itt maradtak.
a legfontosabb McCutcheon. Ugye McCutcheon bekerült a végleges keretébe a Ramsnek, 7 elkapót megtartottak, köztük Skowronek, persze megmarad Skowronek, úgyhogy nem tudom, hogy hány hét kell, hogy McCutcheon elé kerüljön majd a rangsorban, de reméljük, hogy nem sok. Eleve 3 játékosa is van a Ramsnek, akit nem draftoltak, de kerettag lett, és összesen 8 újoncuk lesz. Szóval ez azt mutatja, hogy persze a Rams azt mondja, hogy ja, mi szarunk a draftra, de valójában meg arról van szó, hogy mi szarunk a draftnak az elejére, és a végén meg hozunk egy csomó játékost, akivel ugye egyébként el vagyunk, meg így ki tudja egészíteni a sztárokat, és ez lehetett volna magasabb is, hogyha ugye Logan Bruce nem sérül meg, aki meg kezdő guard lehetett volna, és akkor lett volna 9 újoncuk, bár lehet, hogy akkor egy támadó fal kiesik a jelenlegiek közül. Mindegy, nagyjából ilyenről beszélünk, tehát hogy a Rams továbbra is azért próbál tehetségeket nevelni, építeni, csak nem a hagyományos módon, nem a top 100-as játékosokat, hanem a restliből, és ezt eddig egész jó hatékonysággal csinálták, próbálják ezt a továbbiakban is. A jelen tudásunk alapján 2022-ben ez folytatódik, mert már csak, hogyha McCutcheonból érted lesz egy játékos, akkor már igen nagyot nyertek ezekkel a vadászgatásokkal. Na hát a Ravens, a következő, akik hát nagy draft gurúnak számítanak állítólag, ők is megtömték az IR listát, és újoncok vannak rajta. Ojabo-t tudtuk, hogy ő nem játszik idén, de Charlie Kolar sem fog játszani. Na tessék, Iowa State Power, Charlie Kolar nem fog játszani. Megkönnyíti a döntést, ugye, hogy likely fog. Igaz, hogy nem tight endet, hanem elkapót. Meg ez a Shemar Bridges nevű gyerek is rajta van a sérültek között, úgyhogy velük számolnak majd jövőre. Gus Edwards egyelőre PUP listán van, majd valamikor aktiválják szeptember végén talán, de addig is Kenyon Drake érkezett, úgyhogy azért van rutinos csere J.K. Dobbins mögött, hát nem is egy, ugye. A Ravens 9 újoncot tartott meg, 1 UDFA van közte. Saints-el kapcsolatban már elmondtam, ugye, hogy Gardner Johnson és Book egy kocsival Philadelphiába távozott. Egyikőjük jobban fáj, mint a másik. Azért ez szomorú helyzet. Nem lesz könnyű. Továbbra is tartom Gardner Johnsonnak a pótlása. Hiába hoznak minden évben több defenzív backet aránya korán. Ő azért egy tehetségesebb manus volt csak úgy, hogy elkótya vetjéjék. De hát nyilván, hogyha valaki pénzt kér, akkor hát egy ponton már megrekednek a tárgyalások, és hát a Gardner Johnsonnal ez történt. Az, hogy egy ilyen aránylag alacsony ellenérték jött, az nekem megint csak fájna, de hát itt még egy más alternatíva az lett volna, hogy akkor kilép a piacra, aztán maximum kompenzációst kapsz 2 év múlva. Úgyhogy lehetett volna ebből jobban kijönni a Saints helyében, de hát úgy érezték, hogy most lépnek, és nem várják meg, hogy még jobban elmérgesedjen a viszony. 5 újoncuk lesz ebben az évben, ezek közül 2 olyan, akit nem draftoltak. A nagyobb probléma, hogy Penning állítólag fájós lábbal kell és fekszik, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mikor lesz játékra alkalmas. Aktív kerettag, szóval azzal nincs baj. Seahawks. Következő gárda, nehezen megfejthető, ugye? Beismertek dolgokat, például azt, hogy Justin Coleman-nel már felesleges próbálkozni, aki egykoron liga legjobban fizetett slot cornere volt, és már játszott itt korábban, hát akkor se szerették. És azt is beismerték, hogy Marquise Blairből már nem lesz semmi. Korábbi második körös ment a kukába. PUP listán ott van Trey Brown, egyelőre nem aktiválódik. Ezek után, hogy kicsit akkor itt szűkült a mezőny, próbáltam kitalálni, hogy hogy a fenébe akartok ti fölállni a secondary-ben. Nyilván Jamal Adams-et és Quandre Dix-et fölismerem, mint kezdőjátékos, de hát eddig tartott a tudományom. Többiek közül, akik ott vannak, bárki lehet a kezdő, úgyhogy óriási kíváncsisággal várom majd a Monday Night Football-t emiatt. Nem a Russell miatt, ugye, aki most egész jó pénzt kapott. 9 újonca van az újjáépülő Seahawksnak, ebből 2 olyan, akit nem draftoltak. Benne van a fiú a Framingham State-ből.
Divízió 3. Pittsburgh Steelers két cserét is bemutatott, veterán játékosokért hátsó 8. kört adtak. Az egyik ilyen a Jesse Davis, aki tekült, gárdot egyaránt tud játszani, nagyon kell. Minnesota-ban, Miami-ben volt az előző években, és hát az itt nem árt veterán a kispadra, ugye, mert bárkitől elfogadható, vagy hát így benne van a pakliban a forma hanyatlás sajnos, úgyhogy hát kellemetlen, hogy fel kell áldozni valami sokadik kört, de hát inkább így, mint hogy meg legyen kötve a kezük. Malik Reed érdekesebb sokkal, aki a Broncosnál azért fontos snappeket volt a pályán, már amennyire Denver játszott fontos meccseket az elmúlt években, hát nem nagyon, főleg szeptemberben voltak rajta a térképen, de egyébként ő egy jó játékos, de neki egyértelműen a ligában van a helye. Nem kezdő szint, de mondjuk ez a harmadik számú outside linebacker posztra, ő azért egyes csapatoknál el kellene, hogy karistoljon, aránylag jó perszeres megoldásai vannak. Ugye Pittsburghben nem változik a defense rendszer, tehát ott sokat kérnek coverage-ben is az edge játékosoktól, tehát azt azért nem úgy tanulod meg egyik percről a másikra, mint más csapatoknál a váltás után, de Reed egy tehetséges csávó, szóval ha már nem kell Denvernek, akkor szerintem az egy jó fogás volt, hogy meg tudták őt ennyiért találni. Náluk 7 újonc van a keretben, egy olyan, akit nem draftoltak. Még 3 csapat maradt, ugye Texans az egyik, már szóba került, hogy ugye Sharping távozik, aki hát ilyen B kategóriás volt a Titus Howard mögött, egyszerre draftolták őket, mindenki nyer ezzel, hogy akkor újra kezdheti. Nem került be Chris Conley a keretbe, pedig hát ő az ilyen alsóházi elkapó hiányos csapatoknak szokott lenni a megváltója, nem ebben az évben, főleg mert ugye jött Tyler Johnson, és Tyler Johnson a kezdőbe jött. Tehát azért waiveren ritkán hozol valakit kezdőbe, tehát itt hallottátok, akiket elmondtam, rotációba, esetleg padra, esetleg nyomni a kezdőket, de hát az, hogy szín tisztán kezdőbe jössz öreg, ilyenből nagyon kevés van. Tyler Johnson ilyen lesz, mert hát ugye Mecsi sajnos nem tud játszani, akivel kalkuláltunk, hogy fontos snappeket lehet a pályán, vagy hát sok snappet lehet a pályán, vagy a Texasnál se lesz sok fontos meccs. És szerintem Tyler Johnson első héttől kezdve ott kellene, hogy legyen, mert benne van a 3 legjobb elkapóban, poszttól függetlenül a szélre is ki tudod állítani, úgyhogy nagyon boldogok lehetnek vele. Összesen van 10 újoncuk, 3 olyan, akit nem draftoltak, úgyhogy mehet a tesztelés folyamatosan, csak találjanak végre tehetségeket, hogy valami hasznuk legyen ebből a szezonból. Titans esetében, hát ugye azt mondtam, hogy Gillespie végül is nem jutott be, Amadit jobban szeretik, meg Lonnie Johnson is maradt, ugye akit még az első körben küldött el a 85-ös szűkítésnél a Chiefs, Jamar Johnson nem kellett nekik. Cseréltek Dennis Dailyért, tehát a támadó falban látják, hogy hézag van, nem úgy fejlődött Radunc, annyira nincsenek szerintem megelégedve Petit Frérrel sem, szerintem ő nem egy nagy durranás. Úgyhogy hoztak egy csávot, aki a Carolina-ban játszogatott aránylag sokat, és hát ezáltal megvan már neki ez a háttere, meglátjuk, hogy mit akarnak tőle, mit akarnak Jamarco Jones-tól, mert hogy egyébként a Titans 2-es meccseken, főleg a Malik Willis-szel, hát nyilván nem árulták el, hogy mi a legjobb összeállításuk szerint, véleményük szerint, de hát hogyha ott nem teljesítenek jól, mármint a támadófalban, akkor itt könnyen összeomlik minden, érted? Szóval arra még kíváncsi leszek, hogy itt mekkora a baj valójában. 11 újoncuk van, ami azért nagyon soknak számít, 3 olyan is bekerült, akit nem draftoltak. És a Vikings van a végén, elmentek az irányítók. Tehát az, hogy Malenst elhozta O'Connell, lemondott Kellenmondról, lemondott Mannionról, hihetetlen dolog, hát Sean Mannion. Állítólag hívják Denverbe, azt hiszem ezt olvastam Mannion-t. De mindegy, meg valahogy úgyis aláír. Mondd meg, már elment. Jó, mindegy. Kirk elpusztíthatatlan, de hát hogyha elpusztítják, vagy visszavonul, akkor majd beáll helyette Malenz. Sérült listára rakták T.Y. McGill-t, Sack gép, preszezonban. Ja, preszezon Aaron Donaldja, nem fog játszani regulárban. Olabisi Johnson megsérült,
És hát akkor elkapó poszton, hát megint csak kevesen vannak, voltak, amíg meg nem jött Jalen Reagor, ugye Philadelphiából, akit már említettem, Justin Jeffersonnak a kortársa. És ugye az első három helyen megvannak, mert ugye Thielen is egészséges, Osborne is egészséges, tehát akkor Reagor alapvetően azt gondolom, hogy a negyedik elkapó lesz. Akik itt maradtak, vagy itt már játszottak, ugye Naylor, ez a pályát megnyújtó játékos szerepkörbe szerintem nagyon-nagyon vakvágány. Arra meg a Reagor jól lehet, mert azért sebessége az mindenképpen van, valamelyest azért kell tisztelni, még hogyha a labda produkciója nem is volt. De azért Reagor még azt tudom mondani, hogy még nem teljesen veszett projekt, bár innentől már nem nagyon szoktak visszajönni a játékosok ilyen mélységekből, de azért verte a sors azzal, hogy a TCU-ban, amikor játszott, rossz volt az irányító, pontatlanok voltak a labdák, amikor a Philadelphia draftolta, akkor megjött Carson Wentz élete legrosszabb szezonja, majd edzőváltás, majd Jalen Hurts, aki nem nagyon dobálgat neked. Úgyhogy nehéz karrierje van Reagornek, ő is hibás, tehát meg kell fogni a labdát öreg, ami feléd megy, és olykor nem ártana kicserezni egy védőt. De hogyha nem úgy tekintünk rá, mint korábbi elsőkörös, akinek első számúvá kell válni, hanem úgy tekintünk rá, hogy na itt van egy gyerek, akinek jó képességei vannak arra, hogy a negyedik wide receiver legyen a csapatban, akkor megkaphatjuk nagyjából az elvártakat. O'Connellnek azt gondolom, hogyha hasonló rendszere lesz, mint McVay-nek, ahol ilyen berögzült szerepek vannak az elkapóknál, akkor lehet, hogy megtalálja neki azt a fajta használatot, amivel kijöhetnek az erősségei. És volt még egy csere, egy másik korábbi TCU játékos, Ross Blacklock érkezett a védőfalba Texans-tól, cserével, ráadásul hátsó pikkcsere, Texans nyer ezzel. Tehát plébános gyűjti a pikkeket, minél magasabbra lehessen menni, épül a jövő. A Vikings erősített azért a védőfalban, azért vannak új arcok, kipróbálják Blacklockot, tehát ő is azért egy 100. hely környékén választott játékos volt, semmi nem jött ki belőle, amit vártak volna, mindenki beelőzte a depth charton, úgyhogy abszolút ilyen projekt játékos, de hát minimális beáldozással tudták megszerezni a keretbe. Lehet, hogy ő a lila mezben tud csak játszani, mert ő meg a TCU-ba jó volt. Úgyhogy ez mindenképpen egy erős tervnek hangzik. 11 újonca lesz a Vikingsnak is, egy olyannal, akit nem draftoltak. Szóval nagyjából kijön az, hogy egy ilyen 30-valahány UDF-val került be a végleges keretekbe. Hát majd összehasonlítjuk ahhoz képest, hogy miket mondtam, amikor kijöttek az aláíratások. Bekerült a Jetsbe, bam! Szóval hát itt a legnagyobb ász az egyértelműen bekerült. Na hát ezzel végére értünk, kérem szépen, a listának, majd még lesznek valószínűleg változások, kicsit átírodik ez meg az, még kirúgnak egy-két ember, de hát ez már non-stop működni fog a szezon végéig és azután. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hétvégén college football, college, úgyhogy azt lehet nézegetni, én majd jövök az FCS beharangozóval, nem beharangozó, összefoglalóval, ez a következő projektem majd a hétvégére. Lehetséges, hogy írok majd a csatornára, mert lehet olyat csinálni, tippeket FCS meccsekről, hogyha az elsők bejönnek, akkor megint az önbizalmam, aztán kiírok 30-at, abból 20 elmegy, de hát így szoktam a rossz tippeket. Szóval aki szeret kockáztatni, az figyelje azt is, ne csak a csatornát, a feliratkozással, nem tudom, hogy jön-e róla bármi. Úgyhogy most ennyi, köszönöm szépen mindenkinek, aki végig kitartott és meghallgatta ezt az adást is. Köszönöm szépen a pártolótagoknak, akik segítik és támogatják csatornának a működését patreon.com-on, és mindenki másnak is, aki az egész holt szezonban velem tartott és folyamatosan jött, nézte a videókat, kommentálta, lájkolta, csak így tovább. Úgyhogy rákanyarodunk most már, keretek is vannak, tétmeccsekre készen állunk, lassan azok jönnek, szevasztok!